Az elmúlt években talán a legszélesebb spektrumú magyar színházzá vált a Pécsi Nemzeti Színház, hiszen mesejátéktól baletten keresztül operán át komoly és vidám színdarabokat mindent előad. Miért ezt az utat választották? Hát ott kezdődik, hogy ez egy picit ezt pontosítanám, hiszen ez egy nemzeti színház. Ráadásul 2012-ben nemzeti minősítést is elnyertünk, és ennek azért vannak alapkritérium. Ifjúság behozatala a színházba. Tehát ez is, amit egyébként mi szívből is vállalunk, mert még azelőtt is már ugye elkezdtük ezt az utat. Én azt gondolom, hogy Pécsen adófizető állampolgárok vannak, és mindenki számára elérhető előadásokat kell, és ez vonatkozik a gyerekekre, illetve pontosabban a családokra, és hát ugye ez egy már ilyen 55 éve háromtagozatos színház, úgyhogy az opera és a balett az megkerülhetetlen. Ez viszont igen magas minőségi követelményekkel jár. Hogyan sikerül ezt teljesíteni? Hát odaadó munkával, és hát talán annyiban, hogy az elmúlt évekhez képest, amit talán a kérdésre és a kérdés jogosságára válasz, hogy az elmúlt években mi megpróbáltunk átjárhatóságot biztosítani. Tehát ugye a Pécsi Balett például a Dzsungel könyvével olyan, tehát önmagában az egy önálló produkcióként is megállná a helyét, mint táncos produkció, vagy akár az elmúlt évadban az Amadeus, amiben az opera tagozatot és a prózai tagozatot így kvázi vegyítettük. Mondhatni, hogy totális színházat is néha-néha csinálunk, ilyen volt tavaly 2-3 évvel ezelőtt az Antigone. Szerintünk ez egy fontos, hogy talán például egy operánál, ami, és egy prózai előadásnál ez a kettő dolog egymást inkább erősíti és kuriózumként hat. Rázga Miklós a 2016-17-es évad úgymond nyitányán mondott egy rövid kis beszédet. Lehet-e évadnyitásról beszélni manapság egy Pécsi Nemzeti Színházban, amikor gyakorlatilag szeptembertől szeptemberig mennek a műsorok és a programok? Hát nehéz, pont ugye túl vagyunk már az évadnyitó társulati ülésen, és amikor nem is tudjuk meghatározni, hogy mikor van nekünk évad végén, mert amikor azt mondjuk, hogy évad vége, akkor utána jön a családi fesztivál, és a posztról nem is beszélve, bár ugye a posztot ugye az egy külön cég szervezi, de mi a színház műszaki személyzete az ugye toppon van, és élt nappállátéve dolgoznak. Aztán ugye koprodukcióban megcsináltuk a Jászújra szemet a nyári színházal, bár ott 6 előadás erejéig azért ugye ott is dolgoztunk. De hát igazándiból meg ugye a bérleteket is már előrébb hoztuk, jó pár évvel ezelőtt ugye előbérletezést is tartalunk. De hát ez az évadnyitó, ez az, hogy most kezdődik az új évad, az új darabokat ma kezdjük, ma lesz az olvasó próbája Fekete Péternek, meg az Addig című darabnak, és a teljes bérletpalettát mától kezdjük el árusítani. Mennyire van szüksége a Pécsi Nemzeti Színháznak a reklámra, a marketingre, hiszen az előbb elhangzott, hogy 95%-os kihasználtsággal működik. Hát ezt, tehát ugye azt mondják, hogy jó bornak nem kell cégér, de hát természetesen a nyilvánosságra arra nekünk nem véletlenül tartottunk most is sajtótájékoztatót, arról muszáj, tehát az muszáj nyilvánosság felé is, hogy egyszerűen az emberek tudjanak arról, hogy milyen bemutatók, vagy mi történik a színház életben, hogy ezután is köszönjük az érdeklődést, de hát természetesen azért a legjobb hírverés a szájhagyomány, úgyhogy annál jobb reklám nincs. Mit lehet kiemelni a 2016-17-es évadból? Hát előre én kiemelni nem szívesen emelnék ki semmit, mert ezt általában mindig utólag lehet megmondani. Sokszor az van, amitől nem vártunk olyan sokat, az beütött van, amitől nagyon sokat várunk, valahogy az kevésbé, úgyhogy ez egy színes, széles választék. És hát szerintem én ezt már rábíznám a önökre, a nézőkre,